Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spílerek mai vendége Dékány Barnabás. Most már bátran mondhatom, hogy színművész, hiszen most kapta meg a Színház és Filmművészeti Egyetemen a diplomáját. Gratulálok! Köszönöm szépen! Hogy érzed magad diplomás színészként? Nagy különbséget nem érzek. Van egy papír a kezemben. Ez mindig olyan érdekes kérdés, hogy mikor nevezi magát színésznek az ember. Van, aki már most annak nevezi magát, van, aki zsombi osztálytársam azt nyilatkozta ebben a 7 óra 7-es interjúban, hogy ő nem színész. Én nem tudom, hogy ezzel hogy vagyok. Én így szerettem azt mondani, hogy a színmű vagyok végzős hallgató, és akkor az úgy érthető volt. Ja, hát igen. De mondjuk, amikor elmentek ilyen társaságba, és akkor a fiatalok meghallják, hogy te a színműre jársz, akkor azért annak van egy presztízse, tehát akkor úgy jobban figyelnek rátok? Hát attól függ, hogy kivel beszélgetsz, mert ebből nyilván ilyen főleg ilyen első-másodikban, amikor megy az ember, és mondjuk így nagyon csajozni akar, és akkor bedobja ezt, hogy színmű, hát azért van, amikor ilyen arcokkal nézel szembe, szóval ez is attól függ, hogy milyen körnek mondod. De most már én ezt így nem szoktam hangoztatni, meg ez így a helyére került. Az első vadulós években akkor volt. Persze volt olyan is, amikor abszolút működött, és volt olyan is, amikor abszolút nem. Színész gyerek vagy. Ugye édesanyád Balázs Ágnes, színművésznő. Az, hogy te erre a pályára mentél, az családi indítatás, azért, mert az édesanyádtól láttad, hogy milyen jó dolog ez a színpad, vagy éppen ellenkezőleg ők nem akarták, hogy te ezzel foglalkozz? Hát ez nagyon komplex. Ők alapvetően nem akarták, és nem is volt bennük olyan szándék, hogy engem e felé tereljenek. Én 16 évesen informatikus mérnök akartam lenni, és ez teljesen jól komolyan... keresnél vele. Hát igen, teljesen komolyan gondoltam. Mondjuk akkor még nagyon kövér is voltam. És aztán a szüleim, anyukám még csináltak egy drámatábort, és én ebbe a drámatáborba mentem el, és akkor ott kapott el ez a valami, de úgy magától, szóval nem volt bennük soha egy olyan, hogy engem terelgessenek. Ez a drámatábor, ott elkezdtem azt érezni, hogy valahogy így megtaláltam a közegemet, amit azelőtt soha, hogy itt befogadnak, itt értenek, és amit csinálok, azt szeretem csinálni, és egyre jobban megy, és ez nagyon nagy felhajtóerő volt, és akkor egyszer csak eldöntöttem, hogy akkor színművészeti egyetem. De nem jártam színházba, én nem igazán ismertem a színészi kultúrát, tudod, nem volt olyan, hogy a szüleimnek valamilyen kollégája, nem tudom, beleültet az ölébe, amikor kisgyerek vagyok, és akkor ott ülök velük a füstös büfében, szóval semmi ilyesmi, nekem ez így kimaradt. Szóval azt hiszem, hogy magamtól találtam el ide, de hát közben meg, hogyha nem ők lennének a szüleim, akkor ez nem így alakult volna, tehát ilyen bonyolult. Onnantól, hogy én ezt eldöntöttem, onnantól nagyon nagy erőkkel segítettek, meg segítenek a mai napig. Mit élvezel ebben a dologban? Az, hogy más embereket jeleníthetsz meg a színpadon, a játékot, a sikert, amit most már megélhetsz, hiszen közönség előtt játszol. Mi az, ami a legizgalmasabb ezen a pályán egyelőre, amit látsz belőle? Valószínűleg ami a legizgalmasabb nekem, talán két dolog van. Az egyik a szélsőségei, amit imádok, az, hogy azt érzem, hogy nagyon élem az életemet. És ebbe beletartozik minden az is, hogy alkotok, hogy alkotókkal dolgozom együtt, hogy amivel foglalkozom, az folyamatosan inspirál és érdekel. Közben a nagyon nagy hullámvölgyek, amikre ugyanúgy szükség van, a nagyon nagy mélypontok, tényleg a szélsőségei a dolognak. Tehát azt érzem, hogy itt vagyok, fiatalon is vagyok. A másik pedig, ami nekem szintén ugyanolyan fontos, az a szabadság. Ezt nem feltétlenül úgy mondom, hogy az ember szabadúszó vagy társulatban dolgozik, de valahogy én mégiscsak azt érzem, hogy van egy belső szabadságom, talán emiatt, hogy talán ez a színházi közeg adja meg, talán az én hozzáállásom is, de ez a kettő nekem nagyon fontos így együtt, és ezt megkapom ettől. És hogy látod, hogy mennyire vevő rátok a szakma? Tehát, hogy jöttök nagy lelkesen az egyetemről, nagy indulatokkal, nagy akarásokkal, és megérkeztek talán egy nem annyira lelkes,
talán kicsit fásult szakmába, tehát hogy te hogy látod, hogy mit tudtok ti tenni, mit tudtok elérni, hogy tudjátok tovább lendíteni adott esetben a magyar színházi színjátszást? Hát nem tudom, hát az nagyon nehéz, hogy minden évben jövünk ki, és akkor amennyi vizsgára eljutok, hát azt látom, hogy tele van a színművészeti tehetséges emberekkel, de tényleg. Nem tudom, hogy kinek hogy van helye, vagy hogy szerintem ez valószínűleg ez úgyis ilyen egyénfüggő, tehát hogy ezt nem is statisztikailag kell nézni, hogyha neked ezzel van dolgod, akkor meg fogod találni a helyedet pont úgy, ahogy arra szükséged van. De közben azt állítom, és nagyon komolyan gondolom, hogy folyamatosan szükség van arra, hogy kezdeményezzünk mi is, a mi generációnk igenis gondolkodjon, merjen függetlenül gondolkodni azoktól az általunk nagyra tartott művészektől, akiktől mi is tanulunk. Tehát, hogy tudjuk megkülönböztetni magunkat, hogy mi ugye már talán egy más nézőközönséghez is szólunk. Persze amellett, hogy nyilván ezt nem ilyen kirekesztően mondom, hogy az idősebb generációkat ebből kirekesztem, na de ott vannak a velünk egykorúak, őket mi tudjuk megszólítani. Ők fognak színházba járni, nem tudom, 20 év múlva ők fogják adni a színházba járó nézőknek a gerincét. Hát azokat az embereket nekünk valahogy meg kell csípni, olyat kell csinálnunk, akár színészként, akár minden rendezőként, író, olyat kell létrehoznunk, ami őket valahogy megérinti, bevonza, ráismer, elgondolkodtatja. Szóval ez nagyon fontos, igen. Ezt egyébként azért kérdeztem, mert a napokban jelent meg az Olasz Renátó valaki egyel alattad jár, negyedévesként, egy cikk, aki azt mondta, hogy föl kell robbantanatok nektek, fiataloknak ezt a szakmát. Te is ilyen célokkal indulsz neki? Hát az energiáim azok nekem is gyúlékonyak, de én nem így gondolok magamra, nem akarok, tehát bennem nincsen olyan, hogy valamit szétrúgjak, ami előttem volt. Én alapvetően azt gondolom, hogy akik előttünk voltak, azok nagyon sokat, az előttünk lévő generációk, vagy hogy mondjam, azok nagyon sokat tettek le az asztalra. Amit mi csinálunk, az nyilván már más, mi máshogy gondolkodunk, de közben pont az a szép ebben, pont az az értékes ebben, pont az a szép az egész magyar színházi szakmában, hogy adunk egymásnak. Szóval tehát nem érzek egy olyat, hogy most ami jön, az ilyen teljesen más lesz, és ilyen fel, tehát nyilván arra mindenki vágyik, hogy felforgató legyen, amit csinál. Ez most így nem tudom, hogy érthető. Szerintem teljesen érthető. Valahogy így. Azt mondtad, hogy ugye a szabadság nagyon fontos neked. Ezért is van az, hogy az osztálytársaid zöméhez képest, akik társulathoz szerződnek, te szabad úszó leszel, vagy pedig nem kaptál olyan ajánlatot, amit érdemes lett volna mérlegelni? Hát kaptam én is ajánlatot, de ez igazából nem tudom, hogy mennyire mérlegelés kérdése. Én most jelenleg azt csinálom, hogy hát ez a flow elmélet, tehát arra fele megyek, amerre érzem, hogy van egy áramlat az életemben, és azt érzem, most már egy éve folyamatosan azt érzem, hogy segítséget kapok emberektől, helyzetektől, lehetőségektől, és ezek a dolgok engem olyan irányba terelnek, amerre fele nekem mennem kell. Az, hogy ez társulaton belül vagy kívül működik, az nekem most jelenleg mindegy. Tehát én valószínűleg, hogyha az lenne az utam, hogy most jelenleg egy társulatban legyek, akkor ugyanilyen energiákkal ülnék itt. De nekem az energiáim, azok nem abból vannak, hogy vagyok-e vagy nem vagyok színháznál, hanem abból, hogy azt érzem, hogy a saját életemet élem. És most jelenleg a lehetőségeim, a szerepeim, amiket idén kaptam, azok mind borzasztóan hálás vagyok, és nagyon sokat fejlesztettek rajtam, úgy érzem, vagy legalábbis én azt élem, hogy sokat fejlődtem általuk. Szóval igen, én abszolút el tudom magam képzelni társulatban is, mert csapatjátékos vagyok, de most egyáltalán nem érzem ennek a hiányát jelenleg az életemben. De egyébként mondtad, hogy majd amerre ott van a helyed, ahol lenned kell, de azért nem egészen van így, mert nem lehet mindig, a bizonyos pontjain az életünk választások elé állít, és azért azt ott azon a ponton azért mi döntünk el, hogy jobbra vagy balra megyünk, tehát most te mégiscsak hoztál egy ilyen döntést, hogy
hogy akkor a szabadság, tehát azért az egy döntés volt. Nem tudom, én ezt most még úgy lineárisnak érzem. Tehát azt érzem, és lehet, hogy ebben vannak ilyen jobbra-balra döntések, vagy erre-arra döntések már voltak. Én most jelenleg teljesen azt érzem és élem, hogy ez egy lineáris dolog. Tehát, hogy van nekem egy utam, és én most arra fele megyek. Igen, ez, amit mondasz, ez nyilván leszek majd ilyen helyzetekben, mert voltam is már, hogy van egy elágazás, és akkor hozni kell egy komoly döntést. Ez most még így eddig, mióta mondjuk pályakezdőként apostrofálom magam, ilyen még nem volt. Tehát most én nagyon élvezem ezt a helyzetet. Hát igen, az majd kérdés, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, akkor nem tudom, hogy mi lesz. És egyébként látod már, hogy az az év, ami előttünk áll, a következő színházi évad, az kínál neked annyi lehetőséget, amennyit akarhatsz? Hát ez most nagyon, nagyon keményen teli lesz ez a következő év, szóval ez az évem is nagyon fárasztó volt, de most a következő az még tömöttebbnek néz ki. De közben meg van is rá energiám, szóval nem félek tőle. És ez is nekem arra egy visszajelzés, hogy nekem akkor most erre kell mennem. Az, hogy két év múlva mi lesz, arról fogalmam nincsen. De ez is most nekem annyira jó. És ez is valahol ez a szabadság. Nyilván az is folyamatosan változik, hogy mitől érzi az ember magát szabadnak. Én most ettől, hogy tudom a következő évemet, és jövök-megyek egy táskával a hátamon, ez nekem a legjobb, ami történhet velem. Megismerek embereket szakmán belül, folyamatosan más szisztémákba kerülök bele, más rendszerekbe, más ízlésekbe, más rendezőkkel dolgozom másik helyen. Szerintem én most azt érzem, hogy én ebből tudom a legtöbbet tanulni. És ezek az utak, amiket idén majd végigjársz a kis táskáddal, ezek budapesti helyszínek, vagy pedig az ország különböző pontjainra is eljutsz? Főleg Budapest, meg valószínűleg leszek Budaörsön is továbbra is, ott most volt idén egy Rómeó és Júlia előadás, Berzsenyi Bellag Ádám rendezte. Ben Rómeó vagy? Igen. És tehát igen, tehát hogy leginkább így most ez a centere, így a Budapest. Azért egy Rómeóval, amikor megkínálják az embert, azért az egy szép pillanat az életében. Szerintem nincs olyan, legalábbis lányként elmondtam, hogy nincs olyan lány, aki nem vitt Júlia monologot a felvételére, nem tudom, hogy a fiúk Rómeóval felvételiznek-e, de hogy tényleg az egy olyan szerep álom, ami szerintem mindenkinek a tarsójában aki benne van. Igen. Hát én nagyon meglepődtem, amikor az Ádám ezt bemondta, hogy és akkor én lennék Rómeó ebben az előadásban. Én nem tartom magam ennek az ilyen klasszikus sármőrnek, vagy nem tudom, hogyha egy elképzelsz valakit, tudod, ilyen DiCaprio, vagy nem tudom, az osztályunkban is tudod, ott vannak a magas sudár, nem tudom. Nem azt mondom, hogy azt gondolom, hogy ebből hiányzik, mert nem, csak valahogy nem gondolnám, hogy tudod, hogyha egy osztályból például szemezgetnek, akkor azt fogja mondani valaki, hogy ő. De utána, miután erről elkezdtünk beszélgetni, akkor megértettem, hogy ez miért van, és a szerephez is úgy próbáltam hozzáállni, hogy egy kicsit ellene menni annak, mint amit mondjuk így első benyomásra, vagy első blikre gondolnál egy Rómeó szerepről, hogy ez mit jelent. Szerintem a Rómeó elsősorban egy vagány Na igen, csávó, nem egy szép fiú, mert igen. Az annál unalmasabb. Igen, de nekem, tudod, nekem ez ugrott be rögtön, ilyen Titanic. Vagy nem tudom, így a Titanicból a DiCaprio tényleg, vagy valószínűleg azért a DiCaprio, mert ugye volt, volt ez a film. Az amerikai film, amiben ő, igen. Igen. És, de igen, szóval egy vagány srác, én is arra jöttem rá, hogy nagyon van egy teste neki, amikor mondja ezeket a szép szövegeket, akkor mindegyiket meg lehet tölteni tartalommal, kicsit olyan nekem, mint egy slammer leginkább. Tehát egy teljesen mai srác, abszolút nem ad elő semmit, nem érzelgős, miközben tele van érzelemmel, de valahogy neki ez egy csatornája, hogy belőle ez jön, ez a költészet, ez már ott van a szájában és robban, és így össze tudtam hangolni ezeket a dolgokat. És azt hogyan tudtad megoldani, ugye ezeknek a szerepeknek miközben vágyik rá mindenki, az a nagyon nagy nehézsége, hogy iszonyatosan nehéz folyamatosan fönntartani azt a hőfokot, folyamatosan állapotban lenni, és állandóan szerelmesnek lenni. Tehát, hogy és már megint, és még mindig tolom, és akkor így ér véget az előadás, hogy én mindig lelkesülök, tehát, hogy ez például ez hogyan lehet?
vinni és értelmet csempészni ezekbe a lelkesülésekbe? Hát nekem még ilyen ekkora szerepem még nem volt. Szóval ezt úgy mondom, hogy közben előtte próbáltam a Belvárosiban a Szállakakukkot, amiben Billit játszom, megosztva egy osztálytársam a Jéger Zsombival, és az a szerep az olyan, hogy majdnem végig színen vagy. De az, hogy közben ekkora fókusz van rajtad, és igen, hogy ilyen energiákkal kell játszani, és közben úgy, hogy az egésznek a formavilága, a díszlet, a kellékeknek a hiánya, tehát az egész annyira emberközpontú, hogy igen, tehát hogy itt éreztem meg, hogy ez bizony az első felvonás legalábbis, azt a hátamon el kell tudni vinni. És valahogy így hozzá testesedik az ember. Tehát az elején azt éreztem, hogy bejönnek ide nézők, és azt fogják nézni, hogy én a felétől elkezdek lihegni, és kifáradni, és nem tudom mi. De valahogy így... Egyrészt lesz hozzá tested, tehát nagyon sokat tanultam abból is, hogy kell ezt csinálni, hogy csinálod meg magaddal azt, hogy folyamatosan élénk maradj és nyitott, és ne kezdj el elemekből építkezni akkor se, hogyha fáradsz, hanem arra reagálj, ami történik. A másik az pedig az, hogy egy folyamat az egész, és ezt a folyamatot kellett főleg bepróbálni, sok mindent kellett bepróbálni, de ezt a folyamatot belülni, hogy ráérezni, hogy én mikor, honnan, mibe jutok, mikor mi történik, gondolatban végigjárni. Most az, amit ő mond nekem, az velem mit fog okozni? Én akkor hogy megyek be a következő jelenetbe? És akkor most már tényleg az van, hogy ez egyre inkább válik automatikussá, legalábbis nálam. És most már az van, hogy bemegyek azzal az állapottal, amivel bemegyek a színpadra, és be van gyakorolva valahogy az, hogy tudom, hogy mi mit jelent, magától végig megy az, ami velem történik. Tehát nem kell nekem ahhoz már úgy hozzátennem. De ez az, amit valószínűleg egyébként csak már kint az életben lehet megtanulni, mert ezt azért a főiskolán, ugye ahol azért az első két évben jeleneteket csináltok, utána meg olyan darabokat csináltok, ahol váltagatjátok a főszerepeket, tehát egyik jelenetben az egyik, a másik jelenetben a másik a főszereplő, tehát hogy nagyon nehéz ezeket az éveket megépíteni egy ilyen egyetemi szituációban. Egyáltalán mi az, amit tanultatok az egyetemen? Hasznos volt-e? Nyilván hasznos volt ez az 5 év. Azt kaptad-e, amit vártál? Hát azt azért nem tudom állítani, mert én nem igazán tudom, hogy mi volt a fejemben, amikor felvételiztem. Szerintem egyszerűen a színház foglalkoztatott, az, hogy itt milyen oktatás fog zajlani, és ez hogy fog történni, az nekem teljes homály volt. Teljes homály. Egy ilyen misztikum igazából, hogy ezek a színházi emberek, majd akkor ők lesznek az osztályfőnökök is, akkor valamit csinálnak velünk, amitől mi úgy megyünk ki, mint színészek. De hát igen, közben meg ugye történik az emberrel, elkezd belelátni, elkezdi megérteni, hogy mi miért van. Hát egyrészt szerintem iszonyat jó technikai felkészítést kaptunk, tehát hogy megtanultunk énekelni, beszélni, mozogni, megtanultunk jelenetben gondolkodni, alapvetően szerepben gondolkodni, megtanultuk azt, hogy egy szerephez hogyan nyúljunk hozzá, valami fajta hozzáállást, ami szerintem nem ízlés kérdése, azt, hogy magadból csináld, amit csinálsz, na jó, de hogyan? Onnantól az mindenkinek a magánügye, de lehetőséged van, hogy ez színműn, tehát hogyha így állsz hozzá, akkor lehetőséged van, hogy színműn ezt gyakorold. Tehát azt, hogy valahogy te legyél minden helyzetedben, minden szerepedben, a próba folyamatban folyamatosan te tudj lenni. Merd magad vállalni, legyen önismereted. Tehát igazából rengeteg minden. Tehát ez technikai részéről is, és nekünk olyan offőink voltak, meg olyan tanáraink voltak, hogy mi emberi részéről is nagyon sok mindent kaptunk, legalábbis én azt mondhatom, hogy sokkal többet tudok magamról. Akkor mondjuk már el a nevüket, Pelsőci Réka. Pelsőci Réka, Bagosi László, Rába Roland, ők az én osztályfőnökeim. Osztályként mennyire működtetek jól együtt? Ezekből az interjúkból, amik ugye megjelentek, azért az derült ki, hogy nem feltétlenül volt ez egy olyan osztály, akik életüket és vérüket összerakva dolgoztak ezzel a 4,5 év alatt.
Igen, igen, hát nálunk ez vegyes volt, mert azt többen ilyen interjúban le is nyilatkozták, hogy mi nem voltunk az a dolgos osztály. Ez engem egyébként egy kicsit azért irítál, mert én nagyon dolgosnak tartott magam, ahogy legalábbis a színműn hozzáálltam. Mondjuk nem biztos, hogy minden részről, de az biztos, hogy ilyen jelenetcsinálásban mániákus voltam. De közben meg az volt az érdekes, hogy ott voltak ezek az emberek, akikre azt mondták, hogy nem úgy dolgoznak, meg nem tudom mi, hát közben meg annyira izgalmas, meg tehetséges emberek, akikkel öröm volt jelenetet csinálni. Az oké, hogy ez általában úgy működött, hogy tehát legtöbbször én voltam az, aki valakit berángatott egy jelenetbe, fordítva ez nem így volt, de közben meg szerintem mindenki mégis oda eljutott, ahova kell, szóval ez valahol valószínűleg a képzésről is elmond dolgokat. Tehát, hogy az, hogy a minőség, meg a munka mennyisége, hogy ez hogy működik együtt, én nem tudom. De közben szerintem azért alapvetően a munka a döntő. Tehát a munka magadon, a befektetett energiák. Csak tudod, hogy a közben meg az van, hogy tényleg elkezdesz egy ilyen munkagépé válni, és egy ilyen színész izomzattá, akkor végrehajtó leszel, akkor nem leszel alkotó. Akkor színész vagy, és nem színművész, vagy nem tudom ezt hogy mondani. Ez nyilván amúgy is sok dolgon múlik, tehát hogy egy olyan rendező legyen, meg egy olyan közeg legyen, olyan csapat legyen, hogy erre lehetőséged van. De ez a kettő együtt van, tehát hogy a személyiségedből dolgozz, de dolgozz ezerrel. És szerintem akkor lehet oda eljutni. Azt mondtad, hogy te rángattál be embereket jelenetekbe. Valószínűleg meg akkor is benned volt az a hajlam, vagy az a vágy, vagy az az igény, vagy az a bármi, hogy ami miatt aztán eljutottál odáig, hogy rendezzél is. Ugye a Solarist nemrég játszottátok Pécsen az országos színházi találkozón, és úgy tudom, hogy újra csinálsz éppen valamit, szóval hogy miért jut eszébe egyébként egy éppen végzős színésznek, vagy éppen egy egyetemistának, hogy nem elég neki az, hogy színész, hanem még rendezni is akar. Hát igazából így a színmű belül ez ilyen csíraként volt jelen. Tehát nem tudom, hogy mit miért csináltam. Tehát igazából ilyen tök ösztönösen, tehát folyamatosan csináltuk a jeleneteket, és akkor ilyen szerepem lesz, és ilyen szerepem lesz benne, oké, azt én játszom, és csináljunk meg egy olyan jelenetet is, hogy de várjál, és akkor mi van, hogyha, na de várjál, de mi van akkor, hogyha nem az X jön be, hanem az Y, de várjál, akkor jó, gyere be Y, de ne úgy gyere be, hanem gyere be úgy, hogy, és így kialakul valami automatikus folyamat, és akkor észreveszed magad, hogy már jeleneteknél bent te nem is szerepelsz, hanem kint ülsz és kintről nézed, és akkor elindul valami késztetés. Nem tudom, hogy melyik van előbb, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy nekem mondjuk, tehát az, hogy a Solarisig jutottam, az ott volt-e bennem alapból, és ez duzzadt fel a Solarisig, vagy pedig valami folyamat volt, aminek a végeredménye a Solaris. Ezt nem tudom, hogy van, de valahogy ilyen tök automatikusan alakult a dolog, aztán egyszer csak a fejembe vettem, hogy felbuzdultam például a Benőn, a Fehér Balázs Benőn, aki elkezdett rendezni. Aki szintén színészként végzett, felbuzdultam azon, hogy hallgatók csinálják, hogy van erre lehetőség, hogy előadást csináljunk, csak úgy a magunk kedvére, akár a tanároknak, tehát még az se érdekelt, hogy feltétlenül először, hogy ki látja, vagy ilyesmi, és akkor utána meg ez volt bennem, hogy valamit nagyon akarok, csak nem tudom, hogy mit, de valamit nagyon, és akkor elkezdtem valami felé haladni, valami tartalom felé, vagy valami olyan élmény felé, amit én kommunikálni akarok, és ezen a ponton jöttem rá, hogy erre szükség van, és akkor ezzel párhuzamosan a Sebi, a Szabó Sebestyén osztálytársam ajánlotta a Solaris regényt, hogy olvassam el. És elolvastam, és akkor nekem az életem, a gondolkodásom a színházról, a magánéletem, minden ott tartott, hogy azt éreztem, hogy na ez az anyag. És akkor ott voltunk, hogy egy pincében a színműn elkezdtünk dolgozni ezen az anyagon.
Csak amit nem tudtam, hogy ezt ennyire borzasztóan nehéz adaptálni. Tehát annak például... Hát ez egy science fiction? Hát és ráadásul a Solaris az iszonyatosan elméleti regény, tehát alig van benne cselekmény. Igazából pár oldalon leírható, hogy mi a regénynek a cselekménye, a többi az filozófia, meg ennek a Solaris bolygónak a története, a Solaristika, az a könyvnek a fele. És akkor az volt nagy meló, hogy ebből írjunk egy dialóg alapú, cselekményorientált darabot, mert azt éreztem, hogy azért mégiscsak ez fogja működtetni. És aztán megcsináltuk a munkabemutatót, és bennünk még ott is az volt, hogy megmutatjuk a tanároknak, ofőknek, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem igazán gondolkodtunk azon, hogy most a folytatással mi van, most itt ez legyen jó. És akkor utána mondták a tanárok, hogy akkor ebből egy ilyen jegyes előadás lehet, egy ilyen igazi előadás. És akkor 3 hét múlva már ott voltunk a bemutatón. És akkor most meg ez is automatikusan ebből következik, hogy elkezdtem most dolgozni a következő anyagon, aminek szintén megvolt már a munkabemutatója idén. Ez nem egy adaptáció, hanem egy saját darab, a Jack Kerouac-nak az Úton című regénye alapján. Ezt is főleg színművészeti egyetemistákkal csinálom, meg van benne egy-két végzett színész. És hát lehetőséget kaptunk, hogy ezt jövőre a színművészetén be tudjuk mutatni. Úgyhogy most az valószínűleg ősszel lesz. Akkor hajrá előre. Köszönjük. Az úton. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dékány Barnabást látták, reméljük még sokkal fognak önök találkozni vele színpadon, filmen, akárhol rendezőként vagy színészként. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. A műsorvezető ruhájáról a Mirás Fashion gondoskodott.